Na hát mind a ketten az első olimpiátokra készültök. Azért van még néhány hét a rajtig, de izgultok már egy picit emiatt? Vagy még csak a kemény munkára koncentráltok? Én úgy érzem, hogy ahogy egyre jobban közeledünk az olimpiai kiutazásra, egyre jobban kezdjük felvenni a ritmusát, az érzést az egész olimpiának, de nyilván most az edzés munka van most a fejünkben, nyilván ez most mondhatni életünk legkeményebb, meg legfontosabb felkészülési időszaka, és tudjuk, hogy mi a motiváció, hiszen az olimpiára készülünk, úgyhogy most csak ez jár a fejünkben. Még nem izgulok, még az van a fejemben, hogy egész sok időnk van itthon is, még utána is lesz 5 napos edzőtáborunk, még nagyon sok dolog van előtte, amit kell csinálni. Általában akkor szoktam csak izgulni, amikor már befejeztük az edzést, és csak a versenypályára kell koncentrálni, vagy nincs más dolgom előtte, amit kell csinálni. Így szerencsére még nem izgulok. Azt már elképzeltétek, hogy milyen lehet egy olimpia élőben? Ugye ez egy kicsit rendesül másfajta olimpia lesz, zártabb, mint az előző. Így van, egy kicsit másfajta lesz, kevesebb, vagy lehet nem is számíthatunk nézőkre. Elképzelni talán el tudnánk, mert szerintem sok olimpiai futamot megnéztünk már az utóbbi olimpiákról. Nyilván ez volt az álmunk, és szerettünk volna egyszer ott lenni. Most ez meg is történt. Remélem majd, amikor versenyzünk, amellett azért át tudjuk élni, milyen is az az olimpiai szellem, és tényleg át tudjuk érezni azt, amit egy olimpia tud adni. Már említetted, hogy megnéztetek korábbi versenyeket, olimpiákat, akkor számotokra melyik a legemlékezetesebb olimpiai versenyszám a kajakkenúval győzelem? Én azt mondanám, hogy a 2012-es London olimpián, amikor a mi számunkban kettő férfi 1000 méteren Dombi Rudolf és Kökény Roland nagyon szép versenyzéssel aranyérmet tudott hozni sok idő után Magyarországnak K2000-en. Nagyon örülnék, hogyha mi is valami ilyesmi szép eredményt tudnánk elérni, és nekem ők a példaképeim így az olimpiákról. Neked? Ugyanezt a számot tudom mondani, hogy ők, akik olyan számban nyertek aranyérmet, amiben mi is fogunk indulni, és ők tehát ők még aránylag egy friss olimpiai érem. Ugye te nem csak párosban, hanem egyesben is indulsz Kopasz Bálint mellett. Ha visszatekintesz egy évvel, és 2020-at írunk, akkor ott lettél volna szerinted az olimpián, vagy neked nagyon jól jött, hogy van ez az egy év plusz? Szerintem nagyon jól jött, de ugye országos bajnokságon tavaly, ami főverseny volt, ott is sikerült nyernem. És ugye akkor is 2 egység indult volna. 1001-esben vagy nagyon valószínű, hogy 2 egység indult volna, így úgy gondolom, hogy tavaly is elindultam volna, de mindenképp segített ez az egy év kihagyás, vagy egy év plusz edzés munka nekem. Mondhatjuk azt, hogy azért ez egy pozitívum, hogy itt ketten húzzátok egymást, nem csak vetétársak vagytok, de gondolom, hogy azért mind a kettőtöket több munkára sarkalja a másik, így van? Igen, szerintem nagyon fontos a csapat is, nem csak tehát hogy a eredményeink mögött ott van az egész csapatnak a teljesítménye, azok, akik tolnak minket, még hogyha ők nem is annyira eredményesek versenyen, vagy versenyeken. Így igen, mindenképp nagyon nagy előny nekünk, hogy egy csapatba tudunk edzeni. Nézzük egy kicsit a nemzetközi mezőnyt, az olimpiai nemzetközi mezőnyt. Abban ti hol tudjátok magatokat elképzelni az olimpián? Mi a cél? Én azt mondom, hogy az első számú célunk nyilván az, hogy a döntőbe jussunk, és amikor már sikerült ezt elérni, vagy ha sikerült ezt elérni, akkor nyilván ott fogjuk megmondani a várakozásokat, hogy mi mit szeretnénk, nyilván minél előrébb szeretnénk végezni. Nem érzem azt, hogy nagyon félnünk kéne a többi egységtől, nyilván ezt csak akkor lehet hozni, hogyha elvégezzük azt az edzésmunkát, amihez szükséges, de úgy gondolom, hogy ha kihagyjuk magunkat és kihozzuk maximálisan azt, ami a párosunkban van, akkor nem lesz okunk nagyon csalódásra. És egyesben? Egyesben is hasonlót tudok mondani, hogy először csak a döntőbe jutás a cél. Most így rendhagyó verseny lesz ezzel a középfutam döntő egy napon, és 2 óra különbséggel, ami ugye egész kevés idő, hogy maximálisan visszaregenerálódjunk. Hát nem tudok így, persze lejátszottam a fejemben már mindenféle forgatókönyvet, jót, rosszat is, egyesbe is, párosba is, de ugye ez elsődleges cél a döntőbe jutás mind a 2 számba. Akkor a jó forgatókönyvet azt árul már el egyesben is, meg párosban is, mi lenne az? Hát, igazándiból nem így konkrét helyezés, csak az, hogyha, amit Kornél is mondott, hogyha ha megcsinálunk mindent és úgy tudunk kiszállni, hogy nem hibáztunk, kiadtunk magunkból mindent, akkor nagyon jó eredmény tud születni mindkettőnk számára.